A település központjában sorakoztak az autócsodák. Egy emberként fogtak össze a cikói rendezvényen a 7 éves Mira gyógyulásáért. A kislány szülei 5-6 hónapos kora körül figyeltek fel arra, hogy valami nem stimmel gyermekük mozgásával. Vizsgálatok sora következett, azóta pedig folyamatosan gyógykezelésre hordják. Az otthoni torna mellett heti szinten járnak vele, többek között szexárdra, fizikoterápiára. Ez nem csak lelkileg ró terhet a családra, anyagilag is. Nagyon sokat, hetente kétszer visszük tornára, de járunk 2 hetente. Te is így nehéz így járni vele itt tornára, meg itt cipelni. Úgyhogy reméljük, hogy meg fog gyógyulni. Nagyon jó érzés igazából, mert szeretnek minket, és a kislányért is sokat megtesznek persze. Hál' Isten több a jó akaró ember, mint a nem akaró. Volt benne részünk rosszban is, de jóba több. Sokkal több volt jó. Igazából ő anyagilag nagyon megterhelő. Ezek elég kemény pénzek így meg. Hát nem csak a pénz, hanem ezt át kell élni. Ne élj át senki, persze, de ezek nagyon kemény dolgok. És így nagyon jól esik, hogy így segíteni próbálnak az emberek. Reméljük, hogy egyszer értékelni fogja a kislány is, és milyen gyűlések voltak miatta. Nagyon bízunk benne. Sokkal több kezelésre lenne lehetőség, ha a család anyagilag megengedhetné. Ezt a helyzetet szerették volna orvosolni a szervezők a cikón megrendezett márkafüggetlen autós találkozóval, hogy az itt összegyűlt adománnyal segíthessék a családot ebben. A hideg, télies időjárás senkit nem tartott vissza attól, hogy Mira gyógyulását támogassa. A szervezők gyerek, illetve zenés programmal is színesítették a napot. Vannak élményautózások, Camaroval, illetve egy offroad autó, ami ott áll, bocsánat, mert közben máshova állt már. Aztán bent a kultúrban ennek a programok, a gyerekpesgő duóval, aztán most később fellép a Flóderkárra egy tornával, és utána jön Fischer Norbert, aki énekel nekünk. Az élményautózást nagy érdeklődés övezte, amiért mindenki annyit adott, amennyit gondolt. Az itt befolyt összeg is a 7 éves kislány gyógykezelésére ment. Nagyon szeretnék segíteni a kislánynak, az édesanyjával nagyon jó viszonyban vagyunk, és voltunk is, együtt nőttünk föl, és úgy gondolom, hogy minden embernek megvan arra a lehetősége, hogyha vannak emberek, akik segítenek, hogy fejlődjön, és úgy gondolom, hogy fontos pláne egy gyermeknél. Az élményautózás ugye adományból megy, és akkor hát ugye ebben is részt vettünk, sütöttünk, és az egészet próbáltuk leszervezni a párommal. Nyilván nem minden autó nyújt ilyen élményt, hogy milyen gyorsan gyorsul, hogyan mozog az úton. Nagyon jó élmény, ajánlom mindenkinek. A tuningolt, féltett járművek sokakat megmozgattak, de az elsődleges célja a látogatásoknak a segítő szándék volt. Mindenképpen fontos, hogy segítsünk ennek a pici lánynak a felépülésében, és ha mi ezzel tudjuk támogatni, akkor nagyon szívesen támogatjuk azzal, hogy eljöttünk, és részt veszünk, és adakozunk természetesen. Az esemény alkalmával törekedtek rá a szervezők, hogy a rendezvénnyel minden korosztályt megmozgassanak, bár ahogy többen kiemelték a nap folyamán, nem az autók és nem a kulturális programok miatt látogattak el a cikói márka független autós találkozóra. A kihelyezett adománygyűjtő ládákba dobhatta mindenki azt az összeget, amit Mira gyógykezelésére szánt. A művelődési házban pedig 250 forint per darabáron lehetett megvásárolni azokat a süteményeket, amelyeket jó szívvel készítettek. Tettek el a felajánlók, ezzel is támogatva a 7 éves kislányt. A szülők bíznak gyermekük állapotának javulásában, amelyhez nagy segítség az a 843 ezer forint, amely a cikói márka független autós találkozón gyűlt össze Mira kezelésének támogatására.